számos modern nyelvvel ellentétben, mint például az új latin nyelvek vagy a német, a modern angol nem különböztet meg nemeket az élettelen dolgokra vonatkozóan. This is a table. It is here in the middle of the room. Természetesen itt is vannak kivételek, ugyanis a járműveket különös tekintettel a hajókra, autókra és vonatokra általában nőneműként szokták emlegetni az angol nyelvben. My car, she's a beauty. Először a 14. században, pontosabban 1380-ban jelent meg az Oxford szótárban a she szócikkely alatt az, hogy ezt hajókra is lehet értelmezni. It is not exactly clear when ships became female, but it is a long tradition. The earliest example of a ship being referred to as a female in the Oxford English Dictionary entry for the word she is from circa 1380, and the dictionary includes an intriguing note that the grammatical gender of the French words may have influenced the translators. Ha jobban belegondolunk, akkor egyébként a hajókat szinte majdnem mindig női nevekkel szokták illetni, mint például Queen Mary. The German battleship Bismarck was one of the most famous warships of World War II. It only sailed for one mission, Operation Rheinübung, before sinking in the Atlantic Ocean. Nearly 3,500 seamen lost their lives in the battle, which lasted around 8 days. The RMS Titanic was a British passenger ship. It was built by Harland and Wolff Shipbuilders in Belfast for the White Star Line Company. She sank during her first trip at sea. Na jó, ez sem, ettől függetlenül ezekre is a she személyes névmással szoktunk visszautalni. The liner, she's a lady, and she never looks nor eats. The man o' war's her husband, and he gives her all she needs. But oh, the little cargo boats that sail the wet seas round. They're just the same as you and me, applying up and down. Az etimológiai magyarázat mellett azonban néhány történész, író, sőt tengerész is azt állítja, hogy ennek sokkal egyszerűbb a magyarázata. Ők azt mondják, hogy mindössze arra kell gondolni, hogy a hajóknak pont ugyanolyan drága a fenntartása, mint a nőknek.